Köszöntöm Önöket! Támadják a dombvidék növényeit a legújabb kártevők. Az elmúlt időszakban egyre több szakmai írás és cikk jelent meg internetes felületeken, vagy éppen nyomtatott sajtóban az úgynevezett csipkés poloskáról, amely a tölgyeseinket támadja. Megpróbáltunk utána járni, milyen veszéllyel fenyegethet a tengeren túlról érkezett kártevő jelenléte. Korithuha arcuata nevezetű tölgy, csipkés poloska, ez a invazív özönfaj gyakorlatilag, amit úgy kaptunk mi az Amerikai Egyesült Államok keleti partvidékéről, úgy kapta Európa, aztán Európából megkaptuk mi is magyarok. Tehát ez egy olyan rovarfaj, ami a tölgyek levelén jelenkezik, és a tölgy levélen szivogatva a gyengültségi kártevő igazából, tehát a tölgy életciklusából beavatkozva levélhullást, lombkárosodást okoz, és legyengül tőle a tölgy állomány. Mint ahogy a szakember említette az imént, a tőlünk idegen károsító Észak-Amerikából, egészen pontosan a keleti partvidékről származik, ahol a fehér tölgyeken mindennapos kártevőnek számít. Ott viszont nem okoz problémát, mert megvan a saját ellensége, tehát a populációja természetileg szabályozva van. A világkereskedelemnek köszönhetően a szakértők szerint megjelent a csipkés poloska az öreg kontinensen is. Hát ez a poloska igazából emberre veszélytelen. Az, hogy nagyon kellemetlen, mindenfelé van, belerepül az ember szemébe, fülébe, minden résbe, életveszélyes ilyen szempontból, már olyan szempontból, hogy nagyon kellemetlen, de igazából a tölgy fajoknak a nagy károsítója, a kocsányos tölgy, kocsánytalan tölgy, minden más is, de egyébként hegyi juhar, akkor szelíd gesztenye, ezeken is mind már igazából áttelepedett. Azt kell tudni róla, hogy télen át lárva, kismértékben lárva, nagymértékben kifejlett rovar alakjában telel át. Tölgy halott részekbe, repedésekbe, tehát a kéregrepedésekbe, a tőnél egy kicsit bármilyen zugba áttelel, és akkor jön a lombfakadás, a lombfakadással egy időben befejeződik az átterelése, és megjelennek a tölgy a levélfonákokon, a friss levélfonákokon megjelennek, és mindenféle alakban, tehát lárva alakban, de legfőképpen kifejlett rovar alakjában, és nyár derekára, július közepére gyakorlatilag fekete pöttyök jelennek meg, ezek a fekete pöttyök a peték. Már petét rak, de ugyanakkor lárva rakjába is megtalálható, ugye a kifejlett róla az petét rak hamar, ami meg lárvaként telelt át, az meg még továbbra is lárvaként funkcionál, és elkezdi szivogatni a tölgylevelet, nyilvánvaló növekedési táplálkozást végez, és ebből él, és ennek következtében a levél erek között, a levélfonákon kiszívja gyakorlatilag az élő részeket, és megjelennek nyárderekára a kifejlett rovarok, amik gyakorlatilag ilyen fehéres színűek. Az egyik kardinális kérdés az, hogy az újonnan megjelent kártevő gyakorlatilag milyen problémát is tud okozni a tölgyeseinkben. Erre a kérdésre egyelőre még nem lehet pontos választ adni a szakemberek szerint, de nem ok nélkül figyelik a jelenséget az erdészeti szakemberek. Ezek a lecsökkent biodiverzitású fák, ezek nem azzal fognak foglalkozni, hogy mondjuk makot neveljenek, nem azzal, hogy a generatív képességeiket kifejtsék, hanem mint a sérült ember is általában akkor a sebeivel foglalkozik, saját maga újraépítésével lesz elfoglalva, azaz járulékos rügyeket fog hozni elszáradt hajtásokonból vagy tövéből, tehát a vegetatív részeit akarja újra növeszteni, és ennek következtében a magtermés, tehát a generatív funkcióját nem fogja tudni betölteni, nem lesz magtermés, vagy nem lesz magtermés, ha lesz magtermés, akkor kisebb lesz a mag, és ennek következtében hamarabb lehullik, nem fog beérni, és hát ez ugye nekünk itt a csemetekertben, ez nekünk probléma. A következő, amiről beszéltünk, tehát beavatkozik a tölgycsipkés poloska az egész állomány életébe, ami azt jelenti gyakorlatilag, hogy az eddig ott lévő rovarfajták, ami itt voltak, együtt éltek a
tölgy lombbal, abból táplálkoztak, egy kicsit ettek, jutott is, maradt is. Ez egy ilyen, gyakorlatilag egy életközösséget képeztek a tölgy levéllel, ő volt a tápnövénye, a tölgy. Ezek nem jutnak elég tápanyaghoz. Mivel nem jutnak, bár ezek károsítók, tehát ezek lombfogyasztók szintén, de ezek ott vannak bizonyos mértékig, megfelelő mértékig, de ezek ki fognak halni, és köztük van egy csomó védett rovar is, ami gyakorlatilag ott van fönn a lombkoronába, aztán most, hogy táplálkoznak, nincs mit enni, mert megette a tölcsipkés poloska, megszivogatta a levelet, a levél idő előtt lehullott. És ezek a fajok kiszorulnak, átmennek más növényekre, átmennek a hársra, a juharra, stb. A tölcsipkés poloska miatt. Plusz még ezeknek a pusztítói, ezeknek az őshonos tölgyből élő, gyakorlatilag azzal egy életközösségben lévő rovar lombfogyasztóknak a ragadozói se jutnak tápanyaghoz, és másfelé mennek, meg vagy elhalnak, vagy kihalnak. Tehát ez gyakorlatilag faj veszteséget fog létrehozni a rovarvilágban is. A védekezést illetően még nagyon sok a nyitott kérdés. Erről is beszélgettünk Babits Istvánnal. Egyelőre még nem tudni, milyen lehetőségek lesznek. A vegyszeres vagy a biológiai védekezést ugyanis csak a legvégső esetben alkalmazza az erdőgazdaság. Ezentúl megkondul a harang a dombvidéken, a dombtetőkön. Sordon, Nemespátróban és pár nappal ezelőtt Liszóban is felavatták a temetőlélek harangját. Több hónapos egyeztetés, összefogás és gyűjtés előzte meg a lélekharangok felállítását a három délzalai községben, de Liszóban példátlan összefogásról van szó. Egy kötetlen beszélgetés keretén belül jött az a felvetés Veres József evangélikus lelkésztől, hogy mi lenne, ha liszói temetőn is lenne egy lélekharang, amelyet mindjárt, akik ott voltunk pillanatban, támogattunk, és én, mint Liszóközség polgármestere, a képviselőtestület előtt tájékoztattam a képviselőket, és ők is abban a pillanatban azt mondták, hogy igen, egy nemes cél érdekében hozzá kell állni, és fogjunk össze. Össze is fogott a település, illetve nem csak Liszó lakossága, hanem Liszóhoz kötődő emberek is, akik hozzátartozói itt vannak a temetőbe, vagy liszói származottak, ők is adakoztak. A lélekharangnak az összetétele úgy alakult, hogy több mint 50% feletti keretből tudtunk gazdálkodni az adományokból. A maradó rész, az pedig az önkormányzat tette hozzá, ő biztosította azt, hogy lélekharang létrejöhessen. A bekerülési összeg az 1.090.000 forint volt a lélekharangnak. A nagyvárosokban élő emberek számára talán nem egészen érthető az, miért van jelentősége egy lélekharang felállításának. Egy-egy kis községben bizony nem csupán délben szólal meg a harang. Üzenetet is hordoznak a kondulások. Itt nagy jelentősége van az egyházaknak. Két egyház község van Liszóban, római katolikus és evangélikus egyház, két templommal, egy temetővel, és mind a két felekezet részéről, hogyha elhunyt van, akkor kiharangozzák, tehát a harangozás minden nap történik, egészen a temetésig, és de viszont itt fönt a temetőn nem volt. És a temetés mikor történik, akkor van lehetőség most innétől már, hogy itt is megszólaljon a harang. Amikor a halottat kísérik utolsó útjára, akkor ki tudják harangozni, úgymond. Itt azért egy nem egy cél érdekében összefogott a lakosság. Ezt nagyon sokszor és sok helyen elmondtam, hogy ekkora megmozdulásra nem számítottunk. Nyilván önkormányzatunk igényeihez képest a lakosság igényeit próbálja mindig kielégíteni, és amit szeretnének a liszói lakók, azt a pályázatokat próbáljuk beadni kisebb-nagyobb sikerrel. Itt nem kellett pályázni, itt sokkal a nagyobb volumenű dologról volt szó, hiszen a lakosság önerővel, önzetlenül hozzáállt és támogatta ezt a beruházást. Nyilván, hogyha kevesebb lett volna a beruházási, tehát a lakossági összefogás, akkor is megvalósulhatott volna a lélekharang, hisz önkormányzatunk már régi álma volt ez. Az itt élő régebbi emberekkel többször beszélgettem, és mondták, hogy milyen jó lenne, ha lenne egy ilyen harang itt a temetőn is, és hát most sikerült megoldani ezt. Az ötlet pár hónappal ezelőtt Veres József evangélikus lelkész kezdeményezése nyomán indult a megvalósítás felé, három kis zalai községben, köztük Liszóban.
egy nagy öröm, ünnep ez a mai nap Liszóban, de nem csak Liszóban, hanem a környékén is, ahogy el volt mondva. Lélekharangot szenteltünk, és lélekharangot szentelünk a mai nap. Azt a harangot, ami a temetőben van jelen, és mely harang a temetőben, amikor megkondul, akkor az elhunytakért szól, illetve azokért, akik itt vannak még ebben a fizikai valóságban, és emlékeznek szeretettel azokra, akik már nincsenek. A lélekharangnak a célja az, hogy emlékezzünk. Emlékezzünk arra, hogy az emberi életünk véges, és minket vár a mindenható Úristen, és emlékezzünk azokra, akik már nincsenek. A lélekharang felállításához ezen a kis településen is összefogásra volt szükség. Az egyház, az önkormányzat és a lakosság összefogására, felekezeti hovatartozás nélkül. Nagyon-nagyon pozitív tapasztalatom van, amikor ez az ötlet megszületett bennem, hogy lélekharangot kell nem csak a Liszói, hanem a Nemespátai Sódi temetőkben, akkor felhívást tettem közzé a gyülekezeten keresztül, az evangélikus gyülekezeten keresztül, és nagy meglepetésemre a vallási hovatartozás nélkül válaszoltak az emberek azzal, hogy amennyit tudtak, adományoztak erre a célra, külön-külön minden gyülekezetben, minden településen, és hát ez megtörtént januárban, és most már októberben vagyunk, és láthatjuk ennek az összefogásnak a gyümölcsét itt most Liszóban, de ezelőtt egy héttel Nemespátróba, illetve egy hónappal ezelőtt Súrdon. A 400 lelkes településen evangélikus és katolikus hívek is élnek, így a faluban két templom van. Bojton Róbert katolikus plébános ugyancsak elismerő szavakkal szólt a közösség összetartásáról a lélekharang szentelésekor. Településeinken, úgy itt Liszóban is, ahol most ez az ünnepség van a lélekharang kapcsán, úgy gondolom, hogy nem kérdés a mindennapokban az, hogy ki katolikus, ki evangélikus. Természetes a családokban az ökumenizmus. Tehát sok vegyes házasság van, és nem kérdés ez, hogy ki melyik felekezethez tartozik. Mindnyájan Isten gyermekei vagyunk, és nem tehetünk arról, hogy éppen evangélikusnak vagy katolikus egyházba kereszteltek bennünket. Tehát úgy gondolom, hogy e tekintetben a környékünkön kiegyensúlyozott az egyházi élet. De jó, hogyha a lélek harang egyrészt, amikor meghalljuk a hangját, indítja az embert arra, hogy az elhunytakért, az elhunyt szeretteiért az ember imádkozzon, hogy az üdvözültek sorába jussanak. És az élők, akik vagyunk, figyelmeztet bennünket arra, hogy van még időnk arra, hogy a Jóisten fele forduljunk. És az életünknek van célja, végső célja az örök boldogság, az üdvösség. Tehát a harangnak az a célja végül is, hogy erre figyelmeztessen bennünket, amikor megkondul. Van egy csapat, amelynek tagjai ugyan nyugdíjasok, de hihetetlen energiával és jókedvvel vannak megáldva. Nem hiányoznak egy nagy kanizsai rendezvényről sem, legyen szó Dödölle Fesztiválról, Városnapjáról, vagy egy-egy dalos találkozóról. Számos díj és kitüntetés birtokában vannak, és ezen a nyáron tovább gazdagodott a gyűjteményük. A Mamik dalkörhöz látogattunk el a Voke Kodály Zoltán művelődési házba. A dalkör tagjai minden héten találkoznak a székhelyükön, de most külön a mi kedvünkért olyan próbát tartottak, amelyre mindenki elhozta a fellépő ruháját, és a nyertes dalcsokorba is belekóstolhattunk. Yeah.
mi olajos klub vagyunk, azon belül működik ugye a MAMIK, és az idén a bányásznapi, országos bányásznapon kaptuk meg a NIVO-díjat. Utána hát végül is nagyon soknak itt a férje is a furásnál dolgozott, én mint személy szerint onnan mentem nyugdíjba, és elismerésként, mivel nagyon jó szerepelgáltunk, kaptuk ezt a művészeti NIVO-díjat, és most utána pedig Szegeden a Népek zenéjébe kaptuk a kiváló aranyt, és Harkányban meg ugyan szintén, a ki mit tudom. Úgyhogy ez már érett volt ez az eredmény, mert már nagyon sokat dolgoztunk rajta. A MAMIK idén már 31 helyen szerepeltek. A lelkesedés viszi őket, és nem utolsó sorban az, hogy a népdalok mellett nagyon szeretik is a közösséget, illetve azt a helyszínt, amely második otthonuk lett, a Voke Kodály Zoltán művelődési ház. Az asszonyoktól valóban lenne mit tanulni a fiatalabb generációnak. Nem veszítettem el sose jó kedvemet. Mindig a dolgoknak a jó oldalát néztem, a rosszak próbáltam amennyire lehetett elfelejteni. Úgy álltam mindig hozzá, hogy nekem magamnak jó legyen. Úgyhogy a jó kedvem az mindig megvan. Vannak rossz napjaim, vannak jó napjaim, de legtöbbször mindig a lányoknak is azt mondom, hogy ne a rossz oldalát, mindennek a jó oldalát nézzük. Ez a kevés, ami hátra van, ezt legalább vigan éljünk. A közösséget jellemezze egy kicsit akkor rangidősként. Milyen is ez a csapat? Hát én szerintem teljesen családias. Ha egy héten nem jövünk próbára, az már hiány érzetünk van, de nem csak nekem, valamennyinek. Úgy örülünk, ha együtt lehetünk, mindegyik magányos, mindegyik egyedül él, legtöbbünknek már párja nincsen, és itt találjuk meg a családunkat. Mert mindegyinek a családja távol van. Az egyik nekem is 30 kilométerre, a másik 60 kilométerre jönnek hozzám, de itt van a családom, ez a közösség. Ezt úgy érzem, hogy mint a testvéreim lennének. Tizenhatba kerültem ide a MAMIK csapatába. Förhéncen van birtokunk, és ott volt Szent Mise. Éppen búcsú napján találkoztam a Gálné Marikával és a csapatnak egy-két tagjával. És nagyon fűztek, hogy jöjjek ide. Hát nem akartam, szabadkoztam, de nagyon meggyőztek. Mondom, majd kicsit később, mert a szüleimet gondoztam, az édesapámat akkor temettem el 16-ba, és egy picit korainak tartottam. De hát meggyőztek, és azóta itt vagyok, és nagyon örülök, hogy bekerültem a csapatba, mert nagyon szeretek köztük lenni. Nagyon jó kis csapat, sokat megyünk mindenfele szerepelni, fürdeni, kirándulni, úgyhogy nagyon, nagyon jól érzem itt magam. Többen elmondták már az iménti percekben azt, hogy egy közösségnek az aktív munkás évek után nagyon nagy szerepe van, hogy nem kell otthon ülni. Én hogy látja ezt a kérdést? Igen, igen. Én mindig megtaláltam magamnak azt, hogy én ne unatkozzam a családom körébe. Olyan volt a hátterem, hogy mindig adott munkát. Miután ugye a férjem meghalt, most kicsit nem vagyok olyan kötött, de az unokáim, igen, ők adnak feladatot, de most már ők is nőnek, és már kevésbé kell a mama, most ezt mondom. Igen, most ahogy nőnek, már kevésbé igénylik azt, hogy jöjjek, menjek, de természetesen, ha betegek, akkor viszem őket orvoshoz, besegítek a szülőknek, hogy tudjanak dolgozni.
csapatnak van egyetlen férfi tagja, azaz kísérője, a harmonikájával, Bóka László. Az úr elmondása szerint nagyon jól érzi magát a dalkörben. Múltkor valahol beszélgettünk, hogy a mi gyerekkorunkban egy 60 éves ember az öreg volt, az ag volt, az idős volt, gyakorlatilag otthon töltötte az idejét. Hát változott a világ, változtunk mi is, és ezek az asszonyok rájöttek arra, hogy jobb így, jobb, hogyha a derűsen, vidáman kezeljük, fogjuk föl a napot, mint hogyha állandóan gondokkal, már hiszen mindenkinek van gondja, és magam is olyan vagyok, mindig is derűs típus voltam. Aztán szórakoztatjuk egymást, aztán így, hogy egymást szórakoztatunk talán másokat is. Azt kell mondjam, az utóbbi években egy kicsit azért, hogy a nyugdíjasok, hogy mondjam, hál' Istennek előtérbe kerültek. Tehát van élet máshol is, tehát más klubokban is látok tartalmas nyugdíjas életet, hát a klubokban zajlik az élet, rengeteg kirándulás különböző témákban. Dalos találkozók, bálok, rendezvények, sportversenyek, szóval görgetjük az eseményeket magunkkal. És én arra biztatok mindenkit, főleg a fiatalokat, hogy ugye ők most még úgy gondolják, ó, hát mi sose leszünk nyugdíjasok, mert mi sose öregszünk meg, hogy készüljenek rá, hogy álljon az az idő, amikor már egy kicsit más csinálhat, egy kicsit lazábban csinálhatja. Persze az egészség az nagyon fontos, az a legfontosabb. Hát arra azt tudom ajánlani mindenkinek, arra nagyon figyeljen oda, mert valaki lehet úgy is beteg, hogy otthon az ágyba csak szenved, meg úgy is lehet valaki beteg, hogy ugyan szenved, már fájdalmai vannak, de elmegy a közösségbe, és talán úgy könnyebb. Műsorunk végén megköszönöm figyelmüket, a Dombvidék legközelebb 2 hét múlva várja önöket. Viszontlátásra! A műsorvezetőt a Diva Fashion öltöztette.